Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok, az Ingatlan a Sámok könyvírója és az Ingatlan a Sámok klub megalapítója. Ennek a videónak a címe az ingatlanos szisztémák kidolgozása. Videóimon keresztül megmutatom neked, hogyan tudsz Magyarországon 3-5 év alatt ingatlan befektetővé válni, ingatlan tulajdonossá válni, méghozzá kezdeti tőke és hitel nélkül. Nem akarok senkit áltatni, ugye én meséltem a videóimban, hogy igen, tőzsdéztem, nem kis hatásfokkal. Tehát az első két ingatlanom egyébként nekem a tőzsdei befektetés nyeresége volt. Tehát nem úgy volt, hogy akkor odaálltam pénz nélkül, hogy akkor majd én ingatlant veszek, mert igazán tudást is meg kellett nyilván addigra szerezni. Meg az is fontos, hogy ha van, amit én szoktam mondani, hogy ha van félretett pénzed, van pénzed, spórolt pénzed, az tartást ad. Tehát az ad neked egy hatalmas nagy alkupozíciót, nekem ez meg volt. Ugyanis én amikor odamentem az első ingatlanomhoz, ami úgy döntöttem, hogy befektetési ingatlan lesz, azt ki lesz adva bérbe, és akkor majd 100 éves koromban, amikor nyugdíjba megyek, ez milyen jó fog jönni, vagy maga tehetetlen leszek, vagy mit tudom én ki, hogy mondja. És igazából odamentem ezekhez az emberkékhez, tehát megvolt a pénzem, hogy egy készpénzbe kifizessem. Viszont gondoltam, ha már ennyi könyvet olvastam, meg ennyi tanfolyamot jártam, meg mit tudom én, hát akkor a minimum az, hogy én ezt kipróbálom, hogy ez hogyan működik, ez az amerikai szisztéma. Ahogy írtak ilyeneket, hogy kérj hitelt a tulajdonostól 20 évre, meg életre járadék, stb. Azért elmondom, hogy ezek a nagy amerikai csodák hát Magyarországon nem működnek, tehát ugye mi egy teljesen más nép vagyunk, azt azért hozzá kell tenni. Tehát az, hogy valaki Amerikában ide keveredik, és hú, majd én megmondom a tutit, tehát nem szokott ez működni. Ezt igenis át kell tenni magyar példára. Ugye a másik meg az, hogy szerintem annyira nem olyan bonyolult egyébként kiemelkedni ebből a nagy-nagy közösségből, tehát mondjuk ebből a 10 millió emberből, tényleg nem az. Csak annyi, hogy minden nap kell egy icipicit tenni, ugye, hogy ezt a könyvet is írtam, minden nap írtam, pár sort, és a végén másfél év alatt írtam ezt meg. Valakinek sok, mert valahol olyan ismerős, aki két hét alatt megírja a könyvét, én nekem ez eddig tartott. Viszont mindenki mondja, hogy hú, mert neked ilyen sok időd van, tehát nem idő, hanem igazából a rendszeres kitartó munka eredménye. Jó, tehát maradjunk ennyiben. És ezzel felvértezve elkezdtem kísérletezni. Ugye több ingatlanhoz beadtam ajánlást, hogy hát akkor itt vagyok, és akkor persze, akkor leteszem a fele pénzt, a másik felé 10 év alatt, 5 év alatt, stb. És a végén azért kiderült, ezt csak javasolni tudom neked is, hogy Magyarországon hát egy-két évig tudod ezt a részletet kérni, úgyhogy a tulajdon is egyébként ad neked hitelt, azzal sincs semmi. Vagy bárki más-más, tök mindegy, de az egy-két év. Tehát az amerikai 20 éves történetek, ez megmondom őszintén nem szokott itt működni, sőt egyáltalán itt ugye, hát Magyarországon mondjuk úgy finoman szól, és hogy mindenki azonnal akar mindent. Ugye sok eladót az motivál, hogy nekem ennyi a hitelem, és hát ezért tudok csak ennyit. Azért érdemes beszélgetni egyébként a másik oldallal, mert meg tudod, hogy őt mi motiválja, mi az, ami kielégíti. Mert ha, tehát az első ingatlanom egy örökség volt, tehát ott az egyszem örökes igazából ki tudta várni azt, amíg én szépen havonta kifizetgetem, és akkor tehát így lett enyém az ingatlan, de már persze birtokba, tehát én tudtam hasznosítani, fel tudtam újítani, az udvart el tudtam dózerolni, stb. Tehát el tudtam kezdeni már a pénztermelő tevékenységet, tehát itt a bérlők ebben nekem be tudtak szállni. Tehát ugye a könyvemben erről részletesen írok, hogy ezt mit, hogyan zajlik, hogy csináltam, stb. Tehát semmi újat nem mondok most. Viszont röviden a lényeg egyébként ennyi, hogy volt egyfajta tartásom, mert bizony volt egy nagy szatyor pénzem, akkor főleg azért, mert a bankosok 20.000-esért 5.000-esbe adták ide azt a pénzt, amit én kértem, holott előre be volt jelentve, tehát csak az idiotizmust, hogy menjél bankba nyugodtan egészségedre. És akkor viszont ez a fajta háttér, anyagi háttér adta meg nekem azt a tartást, hogy tudjak kísérletezni. Ugye egyrészt befektetésről van szó, tehát nem az életem múlott rajta, hogy hú, most nem veszem meg, akkor hol lakok, hogy élek, stb. Tehát az nem most nem szorozik. Ez egy befektetés, ez egy teljesen külön kassza volt, meg mindmájú az. És röviden egyébként ennek ez a lényege, hogy ezzel a szatyorni pénzzel felvértezve úgy döntöttem, hogy akkor én kérek hitelt a tulajdonostól, ha bár ki tudnám fizetni az egészet, de megnéztem, hogy őnek ki mi a vágya, mert ha valakinek az a vágya, hogy én igen, én
venni akarok mondjuk egy panelt, akkor annyi pénzt azért adnod kell neki, hogy mondjuk tudjon venni egy panelt. Vagy amit ő, vagy egy disznó alatt akar felújítani, tök mindegy, hogy egy garást akar venni, akkor annyi pénzt nyilván adnod kell, tehát az a, az a belépő, és akkor utána jön az összes többi, ami ott viszont már van esélyed arra, hogy te havi részletet kérjél. Ugye ez, ez egy külön szisztéma, hogy aztán akkor birtokba adta nekem az ingatlan, tehát ott kvázi lakhattam, de hát kiadtam bérbe, és akkor a bérlők is beszálltak a törlesztésbe, hadd ne soroljam. Jó? Tehát ezt a szisztémát így dolgoztam ki, és ennek volt köszönhető, tehát eloszlatom a félelmeket, vagy a plusz pletykákat, hogy itt nem arról volt szó, hogy oda mentem szegény gyerekként, és akkor hú, és akkor nem volt pénzem, de vettek, de sikerült venni ingatlant, hanem igenis volt pénzem akkor, viszont ki tudtam dolgozni egy olyan szisztémát, amit itt a könyvben is írok, ahol effektíve, ha most a piacról vásárolsz családi házat vagy panelt, akkor sem kell túl sok pénz hozzá, mert ezt meg tudom most már csinálni. Viszont egyébként vannak olyan stratégiáim is, ezt majd az ingatlan klubba fogom viszont elmondani, hogy ténylegesen pénz nélkül tudsz ingatlant vásárolni, és ott megtanuljátok majd azt, hogy mi az, hogy akár végtelen megtérülés szinte azonnal, jó? Tehát, hogy egyelőre csak ennyi, jó? Tehát remélem, hogy nem az a szegény legény szindróm, hogy világra ment, és akkor, három szerencsét próbálni, stb. Tehát itt nem erről volt szó. Viszont magát ezt a szisztémát ki tudtam dolgozni, azóta viszont én ezt csinálom és művelem. Csak azért nem osztom most így még meg így első körben, bár a könyvemben egyébként leírom, mert bárki, akinek így elmondom, hogy átlag ember, hát ezt nem lehet megcsinálni. De hát én csinálom, tehát ezt akkor se lehet, oké? Okay? Tehát, hogy felesleges így traktálnom, vagy túllőnöm, túlnyomnom bárkit ezekkel a dolgokkal, azokkal természetesen, akik az ingatlan klubban vannak, vagy lesznek még, hát nyilván ezt meg fogom majd osztani, és akkor hát reméljük, hogy ezt ők is meg fogják csinálni, mert igazából csak elhatározás kérdése, jó? Úgyhogy olvasd a könyvben, gyere klubomban, és találkozzunk. Szia!